Szekszárd lakóházas övezetének egyik utcájában ment őrre két szomszéd. A vita egymás szidalmazásával indult, és ezt követően verekedésé egészen pontosan ökörharcá durvult. Ennek keretében a vétkes kétszer ütött, melynek következtében eltörte az áldozat állkapcsát mindkét oldalon. A vitájuk a patkolás körüli nézeteltérésből fajult a tetlegességig. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat súlyos testi sértés büntettében, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 3,5 évi próbaidőre felfüggesztette. Ezen kívül a bíróság még pénzbüntetésre is kötelezte a vádlottat 150 000 forint megfizetésére. Amennyiben a szabadságvesztés utólag elrendelik, úgy abból csak 2/3 részletöltése után lesz feltételes szabadságra bocsátható. A bíróság jelentős enyhítő körülményként értékelte a vétkes büntetlenségét. Beismerte a bűncselekmény elkövetését és megbánó magatartást tanúsított, ezért volt arra a lehetőség, hogy az igen súlyos sérülések ellenére a bíróság nem alkalmazott végrehajtandó szabadságvesztést. Az ítélet jogerős.